Halász családból a Kanári-szigetekről származik, kézilabdázóként magát szorgalmasnak, de nem túl tehetségesnek titulálta, de azért a Portland gárdájával eljutott a csúcsra, majd edző lett, és az Icsakó csapatát a BL döntőig vitte, hogy aztán tavaly Győrbe érkezve 7 elvesztett nemzetközi kupadöntő után átlendítse a zöld-fehéreket saját árnyékukon, a Bajnokok Ligáját megnyerve a gárdával. Ő Ambros Martin, aki a VB helyszínén is járt már, és nagyon készül az Eto tavaszi BL címvédésére, a spanyol mester a vendég. Jó reggelt kívánok, Ola! Hola! Szép jó reggelt! Ott, hogy miután Magyarországra került, mi volt az, ami az itteni életben, az itteni emberekben leginkább meglepte, amit esetleg másként képzelte róluk, és nem csak a kézilabdára gondolok? Bueno, cuando llegas a... Nos, amikor egy új országba érkezünk, akkor mindenek előtt megpróbálunk új dolgokat megtanulni a kultúráról, a lakossággal kapcsolatban. De mihelyt ide érkeztem, akkor leginkább az lepett meg, hogy nagyon gyorsan élnek a magyarok, nagyon gyorsan kikelnek, felugranak, kipattannak az ágyból az emberek, a spanyolok később fekszenek, és később kelnek is fel. Milyen előnyös, szimpatikus tulajdonságot fedezett fel a magyarok mentalitásában, ami már a kézilabdában is jól lehetett használni a csapatnál edzőként? Una gran capacidad de trabajo. Úgy gondolom, hogy óriási munkakapacitása van a magyar játékosoknak, és nagyon sok gyermek játszik már iskoláskortól kezdve különböző egyesületekben, és azt hiszem leginkább ez a munkakapacitás, és ez az erőbefektetés, amit mindenképpen hasznosítanak a magyarok. És úgy gondolom, hogy ezt mi edzők is nagyon jól tudjuk majd hasznosítani. És voltak-e, lát-e azóta olyan hibáinkat egy spanyol, egy déli ember szemével, ami akár a kézilabdában edzőként kiküszöbölendő és megtanítandó a magyaroknak? Bueno, no es cuestión de corregir, es cuestión. Nos, úgy gondolom, hogy nem kiavításról van itt szó, hanem leginkább arról, hogy a játékosok akár a legfiatalabb kortól kezdve is megértsék, hogy ez nem csupán egy sport, hanem egyúttal egy szórakozás lehetőség, és az a fontos, hogy élvezzük a kézlabdát, élvezzük az együttlétet a csapattársákkal. Úgy gondolom, hogy a lányok nagyon komolyak, amikor eljönnek az edzésre, az edzés maga is nagyon komoly foglalkozás, de úgy gondolom, hogy sokkal teljesítményt érjük el, hogy egy mosolyjal a szájunkon tesszük meg mindezt. Edzői pályafutása korábbi szakaszában is biztos volt benne, hogy egyszer külföldön kipróbálja magát? Nem, egyáltalán nem voltam biztos. Abban voltam biztos csak, hogy az Icsákóban, az előző csapatomban már véget ért a korszakom. Én hiszek a különböző 3-4 éves ciklusokban, amit utána meg kell újítani egy másik csapatban. Meg kell újítani a csapatot, meg kell újítani az edzőt is, és úgy gondolom, hogy az Icsákóban az én ciklusom véget ért, és úgy gondolom, hogy tovább kellett lépnem, hogy javulhassak edzőként, és úgy gondoltam, hogy jelenlétem nélkül az Icsákó is fejlődni tud majd. Ezért nem feltétlenül külföldön kerestem munkalehetőséget, de ez jött. Spanyol játékfilozófiát, vagy inkább Ambros Martin féle módszereket hozott Győrbe? No sé decirte. Ezt nehéz megmondanom, de úgy gondolom, hogy a kézlabda, főleg a férfi kézlabda Spanyolországban, ahonnan ugye én is származom, ahol én is játszottam sok-sok éven át, az nagyon is fizikális. Hogyha a legmagasabb szinten akarunk versenyképesek lenni, akár egyesületekre, akár válogatottról lévén szó, akkor ugye a testalkatunkból kifolyólag, hiszen nem vagyunk nagyon magasak, meg kell próbálnunk másképp megállnunk a helyünket, és nagyon sokszor mentális fegyverekhez kell folyamodnunk, a játék intelligenciát, a játék gyorsaságát kell kihasználnunk.
exterior, no? Hiszen ugye átlövésekre annyira nincs lehetőségünk, hogyha kicsik vagyunk. Al balonmano femenino. Úgy gondolom, hogy ez lassan átjött a női kézlabdába is, nem csak a támadás, hanem a védekezés során is. Hiszen hogyha a Larvik ellen akarunk játszani, akkor, és sikeres akarunk lenni, akkor nyilvánvaló volt, hogy másképp kell majd védekeznünk, hiszen nem voltunk nagyon magasak, és nem voltunk fizikálisan nagyon erőteljesek. Ezért inkább a megelőzésre kellett törekednünk, és ki kellett használnunk ugye az ellenfél gyengeségeit. Ha már a stílusa, a személyes stílusa, igaz, hogy gyűlöl kiabálni? Valóban nem tetszik, hogyha megelmelem a hangomat, de úgy vélem, hogy időről időre azért szükségessé válik. Azt is olvastam a győriek sikeréről szóló könyvben, hogy gyakran talál megoldásokat a mindennapi álmaiba. Tehát amikor lefekszik és álmodik valamit, és aztán szokott jegyzetelni is. Elmondana mondjuk egy példát a közelmúltból, vagy a BL menetelésből, amikor egy álomban egy jó megoldás született? Bueno, sí que es verdad. Igen, valóban, ez megfelel a valóságnak, tehát amikor alszom, amikor ágyban vagyok, akkor jutnak eszembe a legjobb ötletek, és hogyha nem ébredek fel és nem írom le őket, akkor következő reggel már nem emlékszem rájuk. Sokszor pont ezért nem is alszom jól, hiszen nagyon sokszor felébredek, de egyúttal hálás is vagyok, meg is köszönöm, hiszen nagyon jó ötletek, és amelyeket jól tudok hasznosítani a jövőbeli edzéseken, mérkőzéseken is. Na nézzünk egy példát. Nemrég az jutott eszembe, gyakorlatilag még ébren voltam, hogy talán hogyan lehetne megújítani egy edzést, hatékonyabbá tenni, és ezt meg is próbáltuk gyakorlatilag átültetni, és valóban egész jól jött ki. Egész jól sikerült. Olyan dolgokról van szó, amelyeket igen csak nehéz elmagyarázni, de remélem megértik, hogy mi edzők talán így működünk, hogy éjjel jönnek talán a legjobb ötleteink. Megértem, ez előfordul az én szakmámban is, de hát lehet, hogy egyszerűen néha meccseken is nem a kispad mellett kéne állni, hanem egy ágyban betolnák oda Ambrost, és akkor úgy jönnének mérkőzés közben is a jó ötletek. De a viccet félretéve. A világbajnokságra szólt egyben. Macarena Aguilera a legerősebb harmadik helyezetnek és csapata mumusának nevezte a meccs előtt a magyarokat, a spanyol-magyar meccs előtt. A fradista Nerea Pena spanyol-norvég döntőt várt. Carmen Martin kéztörés miatt kiesett a csapatukból, de mire számított a spanyol-magyar előtt, hiszen olvastam, hogy a csapatukat négybe várta. Nos, az igazság, hogy Spanyolország nem volt szerencsés azzal, hogy a magyarokkal került össze a nyolcadöntőben, és úgy gondolom, hogy én sem voltam szerencsés, hiszen tudtam, hogy így is úgy is szomorú leszek, és ez valóban be is következett. De úgy gondolom, hogy Magyarország győzött, méghozzá méltán győzött, és úgy gondolom, hogy az előző mérkőzéseken, akkor, amikor a magyarok nyertek, nem játszottak jól, a németek és a románok ellen kezdtek el jól játszani, de nem jöttek jól az eredmények, és úgy gondolom, hogy jól volt összeállítva a csapat, jól volt beállítva a formaidőzítés, és ez nagyon jól érződött Spanyolország ellen, ahol csapatként működött a magyar válogatott, mind a támadásban, mind a védekezés során, ahol mindenki hatékonyan vett részt, gyakorlatilag a beállós játék, a szélső játék is remekül működött, és ezzel elérték azt, hogy a spanyolok ne tudjanak csapatban együtt játszani, hanem egyénenként tudtak csak működni, és azt gondolom, ez volt a siker kulcsa. Ugye a magyarok Brazíliát kapták a négybe jutásért, és ma velük játszanak. Ez papíron legalábbis egyszerűbb meccs lesz, mint a spanyolok elleni? Yo creo que
Nos, ningún partido es sencillo, úgy gondolom, hogy egyik mérkőzés sem egyszerű, főleg akkor, amikor egyenes kieséses mérkőzésről van szó, tehát ugye vagy nyerünk, vagy hazamegyünk, és ilyenkor nagyon tudnunk kell játszani, és nem csak elméletben kell jónak, jobbannak lenni a riválisnál, hanem jobbnak kell kijönni a lépésnek, jobban kell kijönni a lépésnek. És úgy gondolom, hogy jelenleg a taktika sem annyira fontos, hanem a csapat egységként egyként tudjuk együtt működni. Úgy gondolom, ez a legfontosabb tényező. Együtt pedig nem jó azt arra gondolnunk, hogy Brazília gyengébb lenne Spanyolországnál, hiszen gondoljunk csak arra, hogy a Provident Cup-ban a felkészülési torna során úgy emlékszem, hogy Brazília nyert Magyarország ellen. Igen. És úgy vélem, hogy ez valóban egy figyelmeztető jel. Ki nyerheti a világbajnokságot? Meddig juthatnak a magyarok? Mit szimatol? Yo no soy muy bueno haciendo pronóstico. Úgy gondolom, hogy nagyon rossz vagyok az ilyen jóslásokban. Pero bueno, hay selecciones que tienen mucha experiencia. De úgy vélem, hogy vannak nagyon tapasztalt válogatottak az ilyen fajta tornák tekintetében. Pero tampoco es válido porque egyúttal pedig en teoría favoritos y que había dicho públicamente que iban a llegar o sokan mondták azt, hogy a la medalla como Montenegro y como España. Montenegro és Spanyolország éremesélyes, és ők ketten már nincsenek is a tornában. És természetesen vannak más esélyesek is. Nyilvánvalóak, és vannak olyanok is, akik nagy meglepetést tudnak okozni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lesz majd a mentalitás, és úgy vélem, hogy a magyarok is akár fontos tényezőt játszhatnak, hiszen úgy látszik, hogy nagy játékedvel lépnek ki a pályára. Így legyen, ugye a VB után majd visszakapja a nemzetközi társulatát, innen is, onnan is, amonnan is, főként a magyar válogatottból, hogy megint a Bajnokok Ligájára tudjanak majd koncentrálni Győrbe. A Final Four elérése kötelező, sőt, mi több, Ambros Martin filozófiájában a címvédés is kötelező? No. Nem, nem vélném. Bueno, eso es una de las cuestiones que ez egy olyan kérdés, amit az elmúlt idején során nagyon éreztem. Evidentemente a mí me gusta mucho competir. Hát, amikor versenysportról van szó, akkor természetesen az ember nagyon szeret nyerni, nagyon szeret kupákat elhódítani, de ugye sportról van szó, tehát itt bármi bekövetkezhet, lehet, hogy nem a Budapesten lesz a Final Four, lehet, hogy máshova kell utaznunk, és úgy vélem, hogy nagyon nehéz lesz. Az, hogy egyáltalán bejussunk a Final Four-ba, hiszen mindannyian ezt szeretnénk, erre készülünk, de meglátjuk, hogyan állunk majd februárban, márciusban, hogyan működik majd a csapat. Nem tudjuk, hogy milyen állapotban térnek vissza majd a VB-ről játékosaink. Tehát olyan kérdésekről van szó, amelyeket nem tudunk ellenőrzés alatt tartani. Csak a mindennapokban tudunk valamelyesbe elszólni, akkor, amikor februárban és márciusban a Bajnokok Ligájának főkörét játszunk, akkor nagyon fontos, hogy tudatban felkészüljünk, és a bajnokságban is épp eléggé fel tudjunk készülni arra, hogy utána a Bajnokok Ligájára megfelelő erőket tudjunk összpontosítani. Mit szeretne még tavasszal fejleszteni a csapatán a Bajnokok Ligájában, meg hát persze nyilván a magyar bajnokságban is? Tehát játékban mi az, amit még szeretne fejleszteni a csapaton? Nos, az a fő szándék, hogy állandóan, folyamatos fejlődésben legyünk, napi szinten jobbá tudjunk válni. Pensamientos es incluso para mí mismo, ¿no? Es que el día de hoy tengo que ser mejor que el día de ayer. Az a legfontosabb, hogy ma már jobb teljesítményt nyújtani, mint tegnap. Es decir, yo creo holnap talán még jobban. Evolución, tehát úgy gondolom, hogy folyamatos fejlődés a legfontosabb, nem csak az edzők, hanem a játékosok a csapatestében is, amikor edzésre megyek, akkor az a fontos, hogy én magam is tanuljak, és a játékosok is kövessenek engem ezen az úton, ne álljanak meg a fejlődés útján. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Ahogy az is fontos, hogy a mindegyik mérkőzésre
sem mindegyik versenykiírásra maximálisan tudjunk koncentrálni, hiszen voltak nagyon jó pillanataink, momentumaink az eddigi idény során, és különböző tényezők következtében voltak kevésbé szerencsés pillanatok is. És úgy gondolom, hogy leginkább ez utóbbiakban kell beavatkoznunk azért, hogy ezek minél kevésbé forduljanak elő, illetve ki tudjuk őket korrigálni. Lehet ebből a klubból, a Győri Etóból az irányítás alatt a 21. század hípója, tehát egy olyan kézilabda klub, amely sokszor tud nagy címeket nyerni, mint mondjuk futballban a Milán, a Real, a Barcelona, vagy mondjuk a Bayern? Esa es la idea. Úgy, igen, ez az alapvető elgondolás, és ez én vágyam, kívánságom is, és ezért is dolgozunk. Úgy gondolom, hogy ez megegyezik az egyesület vezetőinek elképzelésével is, és úgy gondolom, hogy a szurkolóink is ezt szeretnék, hiszen ezért támogatnak, ezért szurkolnak nekünk. És nagyon fontos, hogy a játékosok is mindezt érezzék. Ez nem könnyű, nem egyszerű. Jó néhány egyesület megnyerheti ugyanazt a kiírást, és nagyon kevés egyesület van, aki zsinórban meg tudja nyerni ezeket a kiírásokat. Viszont az én elképzelésem ez lenne, és ezt szeretném a stábnak is átadni, hogy akarat, erő és a napi munka mindenképp, semmiképpen sem fog hiányozni. A végére értünk, de hát egy spanyol sportember esetében kötelező a kérdés, tényleg csak egy mondatos válasz. Nyilván szereti a focit, és nem csak amikor a lányokkal játszanak Győrben. Barcelona vagy Real Madrid? Atlético de Madrid. Az Atléticónak szurkolok. A legjobb választ adtam. Gracias, Ambros. Feliz Novedad. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.